Sziasztok, Joel nőgyök, üdvözöllek a csatornámon, és a mai videóban a 100 baba kihívást fogom folytatni. Szeretném, hogyha a mai részben megcsinálnánk azokat a maradék fotókat a fiúkkal, amik esetleg kimaradtak, illetve most már kéne lassan egy új apuka is. Az a baj, mert nem emlékszem, hogy kivel csináltunk képet, illetve akikkel már csináltunk képet, azokkal ugye kéne szakítani. Ha, szóval összesen 1, 2, 3, 4, 5 darab képünk van, és van-e olyan, amit még nem tettem ki? Róla van csak fotó, amit még nem tettem ki, de fiúkkal közös fotó nincs. Na akkor lássuk, hogy ki az, akivel kimaradt a közös fotó, meg a szakítás is. Vele ugye megvan a fotónk, ő volt az első apuka. És őt mondtam, hogy ő lesz most a következő, úgyhogy őt kéne áthívni. Vele volt legutóbb, tőle van a két kicsi, úgyhogy vele kéne egy fotó. És ha minden igaz, akkor más nem maradt ki, de nem vagyok benne biztos, úgyhogy most őt áthívom. Aztán, hogyha nektek eszetekbe jut, hogy valaki más esetleg kimaradt a fotózásból, ők biztos, hogy nem, akkor nyugodtan írjatok. És akkor a következő részben azt is megcsináljuk. Csak az olyan nagyon álmos. Hát ugye be kellett volna küldenem egy picit aludni. Egy picit pihenjen. Ez a zacskó fejlesztő! Ilyen zacskóval a fején fogom lefotózni? Hát nem erre számítottam, hogy a zacskó a fején fog jönni. Elérte magától a level 2-es communication-t. Azt mondtatok, hogy van valami hűtő, amit elérnek maguktól a tipegők, de az a baj, nem vagyok benne biztos, hogy melyik az. Én most nem szeretnék ide jelentkezni. Megtaláltam a kommentet, de nem találom ezt a fajta hűtőt, amit írtál. Livia. Hát most nem keresném meg. Lehet, hogy meg lehet keresni, de most nem keresném meg, és hát szeretnék vele egy fotót. Lehet, hogy akkor nem tudom, zacskófejes fotó lesz? És neki el tanítani, legyen, mert az az ő gyereke. Neki el tanítani Fredet. Na hát akkor máskor is át fogjuk őt hívni, hogy segítsen a gyerekekkel. Milyen jó ötlet volt áthívni. És megrugdosta a lábát. Kinek van most mi? Edmund? Valami virágünnep van, meg lehet ünnepelni, és azt kérdezi, hogy csak magának vegyen, vagy vegyen mindenkinek. Hát akkor vegyen minden. Hát nem jól sikerült a dolog sajnos, na mindegy. Mit tanít neki vajon? Beszélni tanítja? Nem. A gondolkodás megy neki, úgyhogy azt tanítja neki. Na most meg valami másik van Evelynnek. Valentin napra készített egy kártyát a szerelmének, és az a kérdés, hogy titokban adja neki oda, vagy pedig ne titokban. Nem is tudom, micsoda kérdések elé állít most a játék. Jó, próbáljuk meg titokban, és nem jól sikerült ez se. Sajnos elveszett a kártya. Hát, sajnálom. Ez most kinek? Ez pedig Diana-nak, hogyha jól látom. Na jó, neki viszont el kell mennie valami partiba, romantikus partiba. Diana-nak viszont Valentin nap alkalmából kell elmennie valakivel egy partiba, vagyis hát azt kell eldöntenünk, hogy magában menjen egyedül, vagy hívjon el valaki különlegeset. Hát próbáljuk meg akkor most ezt, hogy hívjon el. Hát ha neki jól... Nem bár, hogy neki is rosszul sikerült. Nemet mondott sajnos az, akit el próbált hívni. Hát ennek nem örülök. Nem örülök. De miért akarsz állandóan a babákkal játszani amúgy? Nem értem. Mi az a megszállottsága most a babákkal kapcsolatban? És ez ki? Chris itt van. És rajta is van egy ilyen zacskó. Ez lett valószínűleg megszavazva, valaki ezt írta, hogy meg lett szavazva, hogy ilyen zacskó fejeket hordjon mindenki a szomszédségbe. Hát, jó. Végül is jó.
akkor csinálunk ilyen zacskófejes képet, csak nem tudom, hogy akar tudni fogom-e, hogy ő volt az, az apuka. Na, csináljunk egy közös képet. Mi az már megint? Hát ezt nem hiszem el. Evelyn, már megint. Belenézett valaki másnak a tesztjébe, miközben írta a tesztet. Hadd csinálj újra. Jó? Oké. Okay. Ne menj már el, hát szeretnénk lőni egy közös fotót. Igaz, hogy most a sportruhájában van, de hát olyan mindegy, azon meg egy zacskó van. Úgyhogy... A ruhájából megpróbálom majd felismerni, hogy ő az, őróla készült ez a közös fotó. Most komolyan nem emlékszem, hogy kimaradt-e valaki a fotózkodásból, vagy sem. Az itt most egy kérdés, hogy... Hát Diana-nak ő volt az apukája, úgyhogy vele mindenképpen megcsináltuk. Aztán Evelynnek és Edmundnak, nekik ki volt az apukája? Szerintem nekik volt Don Lotario, és vele is csináltunk egyet, szóval az is megvan, de nem vagyok benne biztos amúgy, de szerintem igen. Úgyhogy csak ez az egy hiányzott. Remélem. De ha ti tudjátok, hogy valamelyik másik hiányzott, akkor írjátok meg, és akkor megcsináljuk azt is, de szerintem csak ez az egy hiányzott. Talán ilyet adtam eddig. Oké. Okay. És szakítson vele, hát mondja meg, hogy most már csak barátok legyenek, hogy ne okozzon problémát a későbbiekben. Igen. Mondjuk a többiekkel is meg kéne ezt csinálni, csak akkor őket is át kéne hívogatni. Az a baj, most nagyon fáradt. De azért itt maradt, egy kicsit vigyázni a gyerekekre, az amúgy abszolút nem baj. Jó, hát akkor vele sikerült. És ő vele kéne összejönni, illetve ő vele kéne még ezt szakítani. Na akkor menjen aludni egyet. Muszáj kipihent legyen erre. És akkor nézzük a piciket, hogy vannak. Ő álmos, úgyhogy őt elküldöm aludni. Ő... Neki majdnem minden rendben van, kivéve a bilizés, úgyhogy kérjük meg az apukáját, hogy segítsen neki. Hát ha segít. Kíváncsi vagyok, hogy itt hagyja majd az apukája, mert van olyan bug a játékban, hogy ha áthívod az apukát, amikor toddler még a gyerek, akkor nem lenne akarnak hazamenni. De most hazamegy? Nem. Ki megy takarítani? Oké. Okay. Ezt a Billit már nagyon ki kéne üríteni, csak sose jutok el odáig, hogy kiürítessem valakivel. Na most, Nina. Talán most elég jól van hozzá. Nem fér hozzá. Oké, akkor elfordítom erre. Így most már tudja, hogy hozzáfér. Most azért, mert elfordítottam, miért keltek fel a gyerekek? Nem értem a logikát ebbe. Nem éhesnél egyik se? Annyira veszélyesen egyik se éhes. Jó, akkor mit csinálsz? Mit csinál ilyen teljesen random dolgokat, aminek semmi értelme? Igazából... Hát nem tudom. Ahogy megpróbálok nála egy valamit helyrehozni, rögtön valami teljesen más probléma akad. Ő éhes. Gyere be a napról, mert szerintem megégsz. Gyere be! Gyere már be onnan! Oké, okay, bejött. Rá nagyon kell most vigyáznom, mert bármikor baja lehet, amiatt, hogy nem napálló jelenleg. Na nézzük ki, hogy van. Mi az, hogy C, mi? Ja, hogy itt lesz egy hétvége, hogy tanuljanak. Oké, okay, akkor most viszont igazából csinálhatnak, amit csak szeretnének, mert ugye hétvége jön, úgyhogy most egy picit pihenhetnek. Picit jól érezhetik magukat, picit rendbe hozhatják magukat. Aztán majd folytatjuk a dolgokat, hogyha már nem hétvége van. Na lássuk, nekik is kéne átadogatni békákat, úgyhogy gyorsan azt megteszem. Jó, most már szerintem mindenkinél van, úgyhogy akkor tudunk párosztatni. Úgy nagyon sok mindent írtatok, hogy mivel lehetne pénzt szerezni, és higgyétek el, tisztában vagyok a legtöbb dolog, hogy mivel lehet nagyon sok pénzt keresni a játékban. Viszont szeretném, hogyha minden anyuka valami más csinálna, és nála ugye a horgászás meg a kertészkedés van. Éppen ezért nem szeretnék most belekezdeni a festésbe, vagy bármi másba, mert majd ezt egy következő anyukában szeretném.
Úgyhogy tudjátok azt, hogy én tudom, hogy vannak ilyen lehetőségek a játékban, nagyjából mindenről tudok, ami a játékban van, úgyhogy egyetlen dolog miatt nem kezdek neki tényleg amiatt, hogy szeretném, hogyha azt majd egy következő anyukat csinálná. Úgyhogy próbálom most abból megélni, ami van, és hát most jelenleg kevés pénzünk van, de csak azért, mert pont most újítottuk fel az egész lakásunkat, úgyhogy szerintem azért nem álltunk olyan rosszul eddig sem, és azért el tudunk adni mindig itt a kertből is valamit, kivéve most, de el tudunk adni innen dolgokat, úgyhogy itt megkettőzném az összes növényt, akkor lehet, hogy aztán még többet tudnánk keresni vele. Azért visszavett az tény, hogy nem lehet most már pénzért kidobni a dolgokat a kukába. Jó, szerencsére az a gyermek ment el fürdeni, akinek nagyon kellett. Neki amúgy semmi problémája nincsen, és épp eszik. Úgyhogy ha befejezte, akkor igazából megcsinálhatja a háziát. Hát, Ninát meglehetősen nehéz rendbe hozni. Úgyhogy várom egyelőre, hogy rendbe hozza magát. A picik éhesek szerintem, úgyhogy kirakom nekik ide most a kaját csak úgy, ahogy szoktam. Aztán vehetnek belőle. Vegyél belőle egyet, mert éhes vagy. És hát ő még annyira nem éhes, de azért ő is vegyen egyet. Biztos, akkor nem lesz annyira éhes. Salátában amúgy se laknak teljesen jól szerintem. De azért valamennyire jó. Na, hogy érzed magad? Még mindig nem tökéletesen, azt kell, hogy mondjam. Még mindig nem. Egy picit nézzen tévét, és akkor áthívjuk a következő jelöltet. Akartam mondani, hát de erre úgy elálmosodott. Kéne neki venni egy drágább ágyat. Szerintem az egy jó befektetés lenne, mert minél többet tud aludni, minél jobban ki tudja magát aludni, annál jobb lesz. Úgyhogy adjuk el most a békákat, aztán hát lesz abból annyi, hogy tudjon magának venni egy új ágyat, ami esetleg többbe kerül. Hát nem tudom, amúgy nagyon drágák ugye az ágyak, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e annyink. Lehet, hogy még valami számlánk is van, mert fel lehetett venni itt a leveleket. Na, mindjárt megnézzük. Jöjjön, vegye fel a leveleket. Vagy lehet, hogy szülinapra kaptunk játékokat, azokat viszont el tudnánk adni? És abból is tudna magának ágyat venni. Ó, igen, kaptunk játékokat, meg... hát ez nem is tudom, ez micsoda, ez valami fosztilia lenne? Vagy ez micsoda? Szerintem az. Na, akkor a játékokat, azokat igazából el tudjuk adni. Nem fontos most megtartani, mert szerintem van a házban elég játék, illetve tudok nekik adni azoktól, akiknek már esetleg nem kell. Például nála azt hiszem, ja nem, nincs nála játék. Na mindegy, most eladogattuk őket, és akkor megnézzük, hogy tudok-e venni egy olyan ágyat, ami esetleg drágább és jobb. Itt egy 8-as ágy, ami most van, ez... Egy 4-es ágy. Hát igen, az lehet, hogy sokat segítene. Most, hogy eladtam, most egy 10-es ágyat is tudok venni. Vegyük akkor meg. Legyen most ez egy befektetés, hogy egy ilyen drágább ágya van. És reméljük, hogy meghozza majd az árát, azt, hogy ilyen drága volt, de legalább ki fogja tudni magát aludni nagyon-nagyon gyorsan, úgyhogy remélhetőleg ez most megéri nekünk. Nem, mit rossz a kocit? Ja, nem rossz, akkor így csak játszik, és fejbe vágja magát ezzel a játékkal. Jó, hogy érzed magad úgy? Amúgy minden rendben van, de ez nem ő. Ez lenne ő. Mi történt veled? Az a baj, hogy nem a főtt kaját ette. Na, csináld a házidat, meg te is. Te jól vagy most már a házi készítéshez? Szerintem teljesen jól van, úgyhogy akkor ő is csinálja meg a háziját. Csak nagyon remélem, hogy nem kifele megy, hanem itt van, csinálja meg. Nagyon jó, szuper. Ő meg hova szalad? Fogadjunk, hogy rosszalkodni valamit. Na, de hogy a másikra ráad teljesen, tehát ez hihetetlen. Hihetetlen, hát iszkéjeitekkel meg nem haladok. Ó, a movementja az már elég magasan van amúgy. Sőt, mindjárt meg lesz belőle az 5-ös, úgyhogy... A poti a második, amiből meg kéne lennie, aztán lehetne a communication neki a harmadik, úgyhogy... Ne! De miért nem mész el a bicére? Miért kell, vagyis a bilire? Tényleg még a baba ágyakat el tudtam volna adni. Azokat el tudjuk adni.
Azok nem kellenek most. Ez a kicsi meg össze-vissza rohangál. A gyere te meg... hogy állsz movementből? Négyesen. Hát akkor hamarosan neki is meg lesz az ötös abból. Na, próbáljuk meg gyorsan áthívni a fiút, mielőtt túl késő lesz. Reméljük átjön. Kész a házi? Akkor csináld meg az extra kreditet. Hol tetted a házidat? Nem csinálta meg a háziát, csak úgy abba hagyta. Átjön? Igen, jön át. Szuper, itt... Ja, nem, ez kicsoda. Ez ő lenne? Ezek miatt az acskók miatt nem ismerem fel a szimeket. Kezdjünk el vele beszélgetni, akkor valószínűleg mutatni fogja, hogy hogy néz ki. Ja, és hogy most pont Valentin nap van? Ezt nem is figyeltem. Ó. Akkor valamit csinálnunk kéne így valentinapos dolgok közül. Adhatnánk neki rózsát. Szóval nincs nálunk rózsa. Nem akarsz nekünk rózsát adni? Akkor flörtöljünk. Mit kell csinálni? Elmenni egy randira, aztán adni virágot, és a romantikus spirit, aztán nem tudjuk csinálni. Remélem, hogy nem fogja visszautasítani, mert azért már elég magasan van a romantikus viszonyuk. Lehet, hogy most a zuhanyzót kéne kihasználni. Mert most oda nem enged a zuhanyzóra. Lehet, hogy még nem volt meg az első csók. Még nem volt meg. Most képest meg milyen magasan van már a romantikus viszonyuk. Na, most már megvolt. Na, most se engedi. Akkor marad a bokor, marad az a jó kis bokor, itt csináljuk a bébi dolgokat. Próbáljuk meg. Hát, ha sikerül elsőre. Addig nem engedem, hogy haza menjen, amíg nem sikerül. Úgyhogy, ha elsőre nem, akkor másodikra talán. Lehet, hogy még be kellett volna jönni a házba, és akkor működött volna a zuhanyzó is. Na, mindegy. Ó, level 4-est ért már el most, Fanny! Hát hihetetlen vagy! Fanny, nagyon ügyes vagy, level 4-es, pikpak! És te hogy állsz itt? Ő nekem már megvan a movementből az ötös. Akkor menj el! Ne üsse meg a bacit, nem azt szerettem volna! Gyere te meg a WC-re! Nézd egy terhes tesztet! Azt szerettem volna, hogyha beszélget vele. Akkor a communication és a movement lesz ez a kettő, amit megtanulnak, illetve ugye a bilizés, őt most rá is küldöm, mert ő tud magától, mert ő ilyen nagyon ügyi, úgyhogy neki nem kell segítség. Yes! Sikerült! Jó, hát akkor... G betűvel jönnek majd a következő, remélhetőleg jönnek majd a következő babák, úgyhogy nyugodtan írhatok G betűvel neveket, mert... azt hiszem, hogy nem láttam még G-vel neveket, hogy írtatok volna, úgyhogy írjatok, és akkor megpróbálom őket felhasználni. Illetőleg azért visszanézni nem tudom minden videónál, hogy milyen neveket írtatok sajnos. Nem akar iskolába menni. Jó. Fontos dolgokat tanít, azt választottam amúgy. Ez érdekes volt. Na lássuk. Közben itt Fred is elérte a level 4-es szintet a communication-ben. Nagyon ügyes vagy. Mehetsz. Hát, jó lenne, hogyha elmenő is egy bilirek, mielőtt elmegy aludni. Úgyhogy, ha befejezte itt Fanny a bilizést, akkor elküldöm őt aludni, és akkor ő tud menni a bilire. Hova rohansz? Ne rosszalkodj rögtön addig, beszélj inkább a macival még. Persze, hogy rögtön rosszalkodik, persze, hogy rögtön. De veled itt mi van? Már nagyon hosszú idő ül azon a bilin. Na, most összejött neki. Hát, egy kicsit balesetes volt. Balesetes volt ez a bili. Menj aludni, ne pedig játszani. Te meg, hát akkor kérd meg Diana-t, ha már úgyis itt van Diana, és már úgyis veled szeretett volna foglalkozni. Fogadjunk, hogy rárakja, aztán ott hagyja.
Új apuka elment, úgyhogy elfelejtettem vele fotót készíteni, de nem is akartam ilyen zacskófejes fotót készíteni, úgyhogy lehet, hogy el kell mennünk egy másik szomszédságba, hogy ott készítsünk róla egy normális fotót. Na jó, de Jana nem hagyja ott, de nem is segít neki, akkor még nem tudom, hogy miért rácsorogott. De Jana, igyál. Azért jó amúgy tényleg a vámpírsága, mert konkrétan semmi problémája nincs azon kívül, hogy hát picit éhes, de annyira nem vészesen. Úgyhogy ha csinál egy ilyen meditation-t, egy ilyen dark meditation-t, akkor fel is tölt az energiája, és egész este tud segíteni. Meg így csinálni a dolgokat a ház körül. Neki hogy áll a skill? A vámpíros skillből van már 3-ason. Jó lenne, hogyha abból megcsinálnám úgy az 5-öst, vagy a 4-est, mert ugye akkor az megvan a sulihoz. Ez lesz az, csak nem tudom, hogy tud-e még olvasni. Mert nem tudom, hogy hány a szintig jó. Hú, milyen boldog! Amúgy azt írtátok, hogy nyugodtan változtassam meg a haját, valamennyit hagyjak meg a stílusából, tehát a hajszínét, de nyugodtan változtassam meg, illetve azért az arcán is egy picit húzogathatok, hogyha nem tetszik. Hát igen, érdekes arca lett, de hát nem tudom, hogy mit változok, miután az apukája is elég érdekesen néz ki. Úgyhogy, ja, elég érdekesen néz ki szegény lányzó, de... Hát azért szerintem teljesen rendben van. Úgyhogy akkor, ó, neki nagyon rossz volt a Valentin nap, neki is, neki is. Neki meg úgy vége van, de... Annyira nem volt rossz, de annyira nem is volt videó. Annyira energized. Meg is van amúgy a level 4-es szint. És most már megtanult, hogy hogyan tud békából vagy halból készíteni magának plazma pakot. Ezt is írtátok amúgy, hogy lehet készíteni belőle. Igen, igen, tudom. És van is nálunk béka. De azért ez a béka egy picit drága ahhoz, hogy ezt használjam arra, hogy kaját készítsen magának, mert konkrétan egy ilyen pakkot, amit lehet venni, sokkal olcsóbban meg lehet venni, mint amennyi egy ilyen béka, úgyhogy jobban járunk, hogyha veszünk. Nem tudom amúgy, mi van a növénykénk, hogy most nem akar nőni, vagyis nem, nincs rajta termés, reméljük hamarosan lesz rajta. Nézzük csak. De most mit csinál szépen? Ahelyett, hogy játszanál, igazán elmehetnél mondjuk aludni. Neki amúgy az lenne a jó, hogyha megcsinálna ebből a 4-est. Motor skillből, úgyhogy menjen egy picit játszani azon. Meg magába beszélget. És akkor az ő haját megcsináljuk meg, akkor valami más milyenre. És akkor, hát megpróbáljuk egy picit változtatni az arcán, de ugye ez nem teljesen szabadon állítható, tehát minimálisat enged csak. De most nézem, hogy milyen kis nyuszi fogai lettek. Messziről, amikor kinyitotta. Most nem látszik, ahogy beszélt. De tök cuki szerintem. Úgyhogy lehet, hogy ezt megtartjuk. Na, hát akkor kicsit leveszem a haját, és akkor megpróbáljunk állítani az arcán, de nem enged maximálisan módosítani szerintem. Hát minimálisan. Azért egészen jól enged. Vagy enged? Lehet, hogy én gondoltam rosszul, hogy nem enged. Oké, akkor próbáljunk meg kihozni belőle valamit. Ez most lehetne egy ilyen ugly to beauty kihívás is, bár annyira nem csúnya, de hát azért tényleg van mit alakítani rajta, hogy egy picit csinosabb legyen. Igazából azzal van itt a probléma, hogy nagyon-nagyon be van esve az arca. Amúgy szemből már egészen jól néz ki. Ez most tényleg olyan, mint egy ugly to beauty kihívás. És a szeme meg nagyon be van esve. Igen. Alakul. Teljesen máshogy fog kinézni. Nem is tudom, olyan pici a szeme, azon lehet módosítani még így. Igen. Ó, tudok neki adni teljesen más szemet. Ennyire lehet módosítani? Azt hittem, hogy nem lehet. Azt hittem, hogy az anyja, de adhatnánk neki akkor műszempillát is akár. Nem. Én úgy emlékeztem régebről, hogy csak ilyen minimális módosításokat enged csinálni, de most maximálisan engedi módosítani, pedig nem nyomtam be semmilyen csaláskódot, tehát nem azért. Írtam, hogy eltűnt a szája ott. Oké. Maradt benne némi emlékeztető, hogy hogyan nézett ki eredetileg, de nem sok. Tehát
most már úgy kezd elveszni belőle az a lányzó, aki eredetileg volt, ami lehet, hogy éppenséggel nem is akkora nagy baj. Szerintem egészen csinos lett most már, és arra gondoltam, hogy akkor tehát adnánk neki egy műszempillát, mert levettem direkt a pilláját, vagy akkor visszarakjuk az eredeti, vagy egy ilyet, mert lusta vagyok az összes kinézeténél megcsinálni úgy őszintén. Úgyhogy akkor marad ez, és akkor nézzünk neki valami más hajat. De maradnánk ez ennél a lila vonalnál. Hú, szerintem sokkal jobban néz ki. Amúgy ezzel a hosszú hajjal ezzel sokkal jobban mutat, úgyhogy lehet, hogy akkor nem ragaszkodok a rövid hajhoz. Úgyhogy hát ilyen lett az átalakulás után. Kifejezetten szép lányzó lett belőle. És a vámpír kinézete az ugyanaz. A vámpír nyuszi fogai vannak érdekes. Esetleg annyit változtathatunk, hogy mondjuk itt legyen valami vámpírosabb a szeme. Legyen lila. Aha. Mikor átváltozik. Akkor bőrszínén nem tudok változtatni, de... De jó, akkor minden nem tudok változtatni. Csak hogy legyen valami változás, amikor átváltozik vámpírre. Már nem biztos, hogy túl gyakran fogjuk látni. Nem, ő nem gonosz vámpír, mert neki az az élet célja, hogy jó vámpír legyen. Úgyhogy akkor maradjunk ennyinél, így néz ki vámpír külsejében, és így néz ki, amikor épp nem vámpír, vagyis nincs átalakulva. Mindenki más alszik, fáradt, és úgy látszik, hogy Evelyn hát úgy döntött, hogy az anyukájával szeretne most aludni. Na nézzük, 4 pontja van amúgy. 4 vámpír pontja. Én amúgy örülnék, hogyha nem bántaná őt a nap, de hát az szerintem valahol a legtetején van. Úgyhogy váltsuk ki neki a denevér formát. Az még nem lenne rossz. Legyen. Kiváltottam neki. És akkor tud közlekedni, mint denevér. Nagyszerű. Igyon még szerintem ebből. Egyetlen hátránya ezeknek a plazma, a pakkoknak, hogy nagyon lassan töltik fel az éjséget, tehát egy csomót meg kell innie ahhoz, hogy rendben legyen vele. Mina amúgy igazából teljesen kialudta magát. Főzhetne valami kaját, nagyon éhes, mert hát a gyerekeknek is jól jön, hogyha van valami lefőzve, és ugye ő nagyon ügyes benne. Ő még mindig ott kint mászókázik? Ups. Nem baj, amúgy nincsen rosszul, de elmehetne inkább aludni. Melyik a te ágyad? Valaki tönkretette ezt a házikót. Melyik volt az ő ágya? Valamelyik ezek közül. Ez. Nem tudom amúgy miért nem írja ki a játék, hogyha így rámegyek, hogy melyik volt az ő ágya. Na jól van, hát lassan ennek a résznek itt is lenne a vége. Ugye ebben a részben elértük, hogy átalakítottam Diana-t, most már csinos lány Zó lett belőle, és Nina ismét terhes, úgyhogy várom a következő részben a neveket, remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!